Minden tönkrement köztünk. Még az otthonunkban is igyekeztünk távol lenni egymástól. Akkoriban mindig azt mondtam, hogy imádom gyűlölni a férjemet. Ez egy lassú, mérgező folyamat. Szinte észre sem veszi az ember, hogy már nyakig benne van. Amikor egy nap ott áll a mosógép előtt és haragszik egy pár zokni miatt, és az az első gondolata, hogy gyűlöli a feleségét. Lane hirdetési tanácsadóként kezdett dolgozni. Steve olajfúrásba fogott, de az első 42 kútjából 40 semmit sem termelt. Az ág is minket húzott. Az olajárak leestek, lelkileg feladtuk. Már 3 kicsi gyermekünk volt, közülük egy súlyos beteg. A házasságunk pedig romokban hevert. Lane vállalkozása hozott valamennyit a konyhára. Steve azonban évekig nem ért el sikereket. Napi 16 óra munka után az együttlétek folyamatos veszekedéssel teltek. Szó szerint listákat vezettünk, hogy kit, mikor, milyen sérelem ért. Ez tönkrevágta a házasságunkat. A garázsban alakítottam ki az irodámat, végül már ott is laktam. Az árakat lecseréltem, hogy a feleségem ne tudjon bejönni. Folyton azt hajtogatta, hogy a pokolba kíván. Aki ilyen gonosz dolgokat mond, az a másik szemében egy idő után maga lesz a gonosz. Egy igazi házi sárkány. Vállalkozása végül a csőd szélére került. A bankok nem folyósítottak több hitelt. Egyszerűen mindennek vége lett. 17 év kőkemény munkája, amibe az életünket fektettük. És nem volt már az a pénz, ami kihúzhatott volna minket a csávából. És csöbörből vödörbe, egyik válság után a másikba jutottunk. Úgy látszott, onnan már nincs lejjebb, de a történet még nem ért véget. Leégett az irodám, majd elhunyt az édesapám. Akkor térdre borultam, imádkozni kezdtem. Istenem, mit tegyek? Mind változtassak? Hogyan hozhatom rendbe a dolgokat? Aztán azt mondtam, Istenem, csíp meg, hogy felébredjek és meghalljam a hangodat. Úgy döntött, megválik a vállalkozásától, hogy kifizethesse az adósságokat. Valami viszont azt súgta, hogy még várjon. Arra gondoltam, hogy eladom a fúrások jogát. 50 ezer dollár készpénzért és a kitermelt olaj árának 1%-áért. De Isten türelemre intett. Előbb tanítsd imádkozni a gyermekeidet, szeresd a feleségedet, ne törődj most azzal, hogy kinek mennyivel tartozol. Eközben Lane felkeresett egy helyi gyülekezetet, ahol találkozott Jézussal. 37 éves koromban hallottam először Jézus Krisztusról. Tulajdonképpen onnantól kezdve értettem meg, milyen fontos megbocsátani. Bizton állítom, hogy a sikeres élet egyik kulcsa, hogy befogadjuk Krisztus szeretetét, majd átadjuk azt másoknak. A házaspár már a válás előtt állt, amikor Lane keresztény tanácsadókhoz fordult a gyülekezetben. Oda mentem Steve-hez, és azt mondtam, figyelj, ha valaha is újra akarjuk kezdeni, az nem megy másképpen, csak ha újra mindketten a startvonalhoz állunk. Steve is csatlakozott. 18 hónappal később jött az áttörés. Mindkettőnket mélyen megérintette a megbocsátás légköre. Képesek lettünk egymás szemébe nézni és bocsánatot kérni. Ne haragudj a 17 évnyi sérelemért, háborúságért, hogy nem szerettük úgy egymást, ahogy kellett volna. A csoda egyik pillanatról a másikra jön. Velünk akkor történt, amikor egymás szemébe néztünk a feleségemmel, és tudtuk, hogy mindkettőnknek meg kell bocsátania. Ekkor felszabadultunk a szeretetre. Amint Steve életében Isten került az első helyre, a vállalkozásában is fordulat állt be. 18 hónappal később ugyanazt az üzletrészt, amiért korábban 50 ezer dollárra számítottam, most majdnem 1,5 millió dollárért adtam át, és további 7% nyereségért az általam tervezett 1% helyett. Ez a különbség Isten és a mi terveink között. Nem sokkal később beköltözhettek álmaik otthonába. Az első napon, miután beköltöztünk, gyönyörű reggel volt. A hajnali pára még a tó felett lebegett. Akkor azt mondtam, Istenem, ez gyönyörű! Mivel szolgáltam erre rá? Mivel tudom ezt viszonozni? Azt mondta úgy, hogy elmondod az embereknek, hogy kitette veletek mindezt. Péter apostol első levelében az áll, mindig legyünk készen arra, hogy megosszuk a bennünk lévő reménységet. Az ellenség ma is arra készül, hogy tönkretegye a házasságokat. Nagyon jól tudja, hogy ha ezt el tudja érni, akkor egyszerre több emberre is lesújthat. Azóta egy könyvet is írtak közösen, Újrakezdés a startvonalról címmel.
Lane egy magazint és egy tanácsadói szolgálatot indított, amellyel a házassági nehézségekkel küzdő nőknek szeretne segíteni. Isten tette ezt értünk. A házasságunk szó szerint csődöt mondott. Anyagilag is a tönk szélére kerültünk. De abban a pillanatban, amikor eldöntöttük, hogy nem akarunk hazugságokban élni, amikor felismertük, hogy több van az életben annál, mint amit eddig egymásnak adtunk, rájöttünk, hogy szükségünk van még valamire. A házasságok megújulásának létfontosságú eleme, hogy Istenhez forduljunk.